kellemes szép napot kívánok mindenkinek. Elkezdődött végre a tavaszi szünet is, úgyhogy egy kicsit pihenhetnek önök is, meg hát a diákok is. Úgyhogy hajrá pihenés, és egy kis pénzt is nyerjenek emelé a pihenés menő, amit jól el lehet költeni a tavaszi szünetben. 250 000 forintot ajánlunk ugyanis a mai napon az első játékban, és ez a 250 000 forint egy garantált nyeremény. Tehát aki esetleg nem látott játékidőt, mert gondolom most olyanok is vannak bőven otthon, akik ebben az időpontban nem szoktak tévét nézni, tehát aki nem látta volna ezt a játékot, 250 000 forintos nyeremény, ez egy garantált fix nyeremény, ami azt jelenti, hogy ezt a pénznyereményt egyben meg lehet nyerni, hogyha ön tudja azt, hogy egy jó megoldást, amit mi várunk öntől. És ezt a megoldást, ezt úgy kell kitalálnia, hogy mi mutogatjuk önnek majd ezt a feladványt, és szépen otthon nyugodtan kitalálja, ha megvan a jó megfejtés, akkor pedig fel lehet minket hívni a képernyőn látható telefonszámon, ami a 06-81-202-202-es. Ha SMS-t szeretne küldeni, mert ugye SMS-t küldeni is lehet, akkor ugyanerre a számra küldje nekünk az SMS-t, csak akkor annyit írjon bele az üzenetbe, hogy játék. Nem kell elküldeni a megoldást, csak annyit, hogy játék. És ott, hogy kell játszani a játékot, nem egy túl bonyolult játék. Mindössze annyit kell csinálni, hogy ugye el kellene indulni valamelyik betűtől. Onnan lehet haladni függőlegesen, viszintesen, átlósan, balról, jobbra, jobbra, balra, alulról, fölfelé, fölülről, lefelé, bármilyen irányba lehet haladni. Nem fogunk betű segítséget adni, tehát nem fogjuk megmondani, hogy most honnan induljon, vagy mi a hasznos betű, aki figyelt azért a bejelentkezésbe. Ő előnyben van, hiszen ismer a szóból egy betűt. Tehát a feladat mindössze annyi, hogy meg kell keresni nekünk ebben az 5x5-ös mezőben egy szót. De ennek a szónak egy elég hosszú szónak kell lennie. Tehát 3-4-5 betű szóval ne elégedjenek meg. Egy tárgy, amit keresünk, és hosszú a szó. És még azt is kell mondanom, hogy szokott olyan lenni, hogy 8 betűs mondjuk a megfejtésünk, de a mai napon még az sem elég. Tehát lehet, hogy találnak egy 8 betűs megfejtést, még az sem elég. Hosszabb a szó. Tehát nagyon sok betűt fel kell használni ebből az 5x5-ös mezőből. Na, és akkor végül is, hogyha egy folyamatos vonalra össze tudják kötni ezeket a betűket, akkor megvan a helyes megfejtés. És egy tárgynak kell lennie. Tehát ezeknek kell megfelelnie, aztán ha megvan a jó megoldás, akkor lehet jelentkezni. Az jut be a játékba, aki vagy 10-ként regisztráltatta magát telefonon, vagy pedig SMS-en, tehát 10-nek kell lenni ahhoz, hogy esélyes legyen arra, hogy ön nyer, hogy ön jut be az adásba. És természetesen a műsoridő alatt még játszunk itt a stúdióban is. Első két játékosunk Zsolt és Zsuzsanna. Sziasztok, Zsuzsannával kezdjük a sort. Szia, Tóth Rudolfné vagyok, Zsuzsi. Szigethalomról jöttem. Jelenleg gyesen vagyok 7 hónapos kislányommal. 2 hónapos? 7. Ja, 7 hónapos. És férjemmel jöttem, aki a következő körbe fog játszani. Húha, tehát egy családi vállalkozás. Mert igen, hogy ugye jöhettek együtt játszani, és ettől kaptatok egyébként kedvet, hogy akár együtt is jöhettek? Nem, először én jelentkeztem csak, és akkor utána kedvet kapott ő is. Meggyőzte. Igen. Én nagyobb az esélyünk, gyerünk, gyerünk. Igen. Hajrá, Zsuzsanna! Köszönöm. És a másik játékosunk Zsolt, szervusz. Szervusz, Csipszer Zsolt vagyok, Balatonegyedről jöttem. Ott dolgozom a kis falumban, mint körzeti megbízott. 3 fiú gyermekem van, és a hobbim, ha van egy kis szabad időm, az a zene hallgatás. De az a 3 fiúban azért te tudsz mit kezdeni, igen. Tehát az apa 3 fiúval állandóan jöttök, mentek? Igen, kerékpározás, sétálás, labdázás. Tehát sportok minden mennyiségben. És annyi addig főzni egy jó kis ebédet, gondolom hihetetlen étvágyal ez a 4 fiú. Igen, így van. Sok sikert, Zsolt, neked is. És hát önöknek is, hogyha kedvet kaptok a játékhoz, mert hogy önök is jelentkezhetnek, 06-1-2-2-1-56-57-es a telefonszámunk, amin azok hívjanak minket, akik szeretnének itt játszani nálunk bent a stúdióban. És akkor térjünk vissza ahhoz a játékhoz, amit ma önökkel játszunk telefonon keresztül, ami egy egyszerű rejtvény, és ennek a helyes megoldását, ha tudják, akkor hívhatnak minket, és a nyereményük 250 000 forint lehet. Tehát garantált 250 000 forintot elvihet. Ön is, akárki elviheti ezt a pénzt. A lényeg az, hogy megtalálja azt a szót, amit mi elrejtettük. Más dolga nincsen. És tényleg ezt is kényelmesen, most így ebéd előtt van még, ugye? Na még ebéd előtt nyerje meg ezt, biztos. Nagyon sok pénzt. Lehet, hogy akkor elmegy meg ünnepli egy étterembe. Mert hogy úgyis tudja, hogy akkor egy biztos garantált nyereményen azt az összeget nem fedezni tudja. Na, lássuk csak. Mit segíthetnék önöknek? Nem, egyelőre segíteni nem segíthetek semmit. Tehát egyelőre
találják ki önök. Viszont ez mindig azzal járhat mindig, az esetek többségében, hogyha nem segíthetek, akkor csinálhatok valami más, még pedig pénzt emelhetek. Úgyhogy emeljük fel ezt a 250 000 forintos nyereményt 300 000 forintra, tehát ez egy kerekebb összeg, jobban tetszik, gondolom önöknek is, nekem is jobban tetszik, és jobban szeretem ezt a részét a játéknak. Inkább nem segítek, önök is jobban járnak. Nem? De. És persze, ebben benne van az, hogyha nem adunk segítséget, akkor valószínűleg olyan sokan nem fognak rájönni a helyes megfejtésre. Mert ugye, ha körülírom a szót, adom a betűket, minden, úgy mindenki rá fog jönni. Előbb vagy utóbb mindenki rá fog jönni a helyes megfejtésre. Így viszont, hogy semmilyen segítség nem jön, kevesebbeknek van esélye. De hát most lehet, hogy nem is nagyon néznek minket azok, akik egyébként szoktak, hiszen egy órával korábban jelentkezik a műsor, mint a megszokott. Úgyhogy használják ki az alkalmat, ez most egy különleges adás e tekintetben, és azért remélem, hogy a pénz is különlegesen magas lesz majd. De hát már most magas, tehát garantált 300 000 forint. Ugye, ha bejut az adásba, akkor ne úgy képzelje el ezt a dolgot, hogy majd akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor ez a megfejtése ér 10 000 forintot, és majd emelgetem. Tehát hogyha megcsinál egy újabb feladatot, ha megfejti azt is, meg a következőt is, és meg 10 feladat után talán megkapja ezt a 300 000 forintot, nem így működik a játék, hanem egyben ezt az összeget megkapja ön, ha ezt az egy megoldást tudja. Ha ezt az egy jó megoldást megmondja. És mondom, mai napon még azzal se elégedjen meg, ha talál egy 8 betűszót. Még az sem elég, hanem még egy, annál is hosszabb szó kell. Jó? Menni fog, rá fog jönni arra a helyes megfejtés. Van már valami sejtése? Talált már esetleg valamit, ami értelmes? Talált azt a szót, hogy tető? Értelmes szó, van benne sok. De most mennünk kell tovább, majd még mutatjuk ezt a feladványt, de játszunk egyet, jön az anagramma Zsuzsánának és Zsoltnak. Ugorjunk is neki ennek az első feladatnak, lássuk az anagramma játékot, kezdjük! Tájék. 15 pont Zsoltnak. És nem az! Játék. Ez az. Ez is simán én is jóvá hagytam volna. 10 pontja van Zsuzsának. Pince. Jó. Mert ugye van, hogy több más szó is kijön belőle. És ugye az kell... Harmónia. Helyes. Most már én is megkérdezem, harmónia. 35 pont. 35-30. Az állás ezzel. Sziget. Zsuzsa is már sziszeget. 50-30. De így elég közel vagytok még egymáshoz. Főnök. Hú, és mindenki hevesen csapkod. 70 pontja van most már Zsoltnak. Kéle. Nem jó. Nem. Lélek. Nem. Lélek a jó megoldás. 70-30 maradt, de még van feladvány, úgyhogy még nem fejeztük be ezt a fordulót. Lássuk. Zebra. Helyes, 10 pont. Újabb 10 pont. Utolsó jön. 80-30-nál. Csillagok. Ezt nézzük, ki meri elvállalni. Csillagok, 95-30, ez a végeredmény, Zsolt nyerte a fordulót, gratulálok. És akkor, hát ebből az előnyből indulsz. Nem kicsi előny, de még behozható, hosszú lesz még a keresztrejtvényünk is, és játszunk tovább önökkel is, de hát izgulhatnak önök is, tudják a játékosainkat, hogy vajon ki nyer. Egyébként aki nyer itt nálunk, akár 1 000 000 forintot is elvihet. És az önök nyereménye garantált, tehát önök meg garantált 300 000 forintot vihetnek el, ez nem egy ilyen lehetséges összeg. Itt a stúdióban még sok minden nem múlik az, hogy valaki elviszi azt az 1 000 000-t vagy sem, viszont önöknek egy garantált nyereményt szánunk ugye minden adás alkalmával, tehát egy biztos 300 000 forintos nyereményre számíthat majd az, aki bejut az adásba, aki megmondja nekem a jó megfejtést, és aki most nézi a játékidőt, és nem egy óra múlva, mert egy óra múlva már nem lesz játékidő. Úgyhogy azok, akik egyébként velünk szoktak játszani, azok ma lehet, hogy lecsúsznak a játékról,
De ha esetleg van önök között olyan, aki most is néz minket, jó napot kívánok. Hát ma így alakult, ma egy kicsit korábban vagyunk, de játszom ma is velünk, tudja, hogy ma is nyerhet. Ugye több mint 1500-an nyertek már a játékidő során ebben a játékban is, hogy mindig garantált hatalmas nyereményeket vittek el. Legyen ön is egy olyan, aki elviszi ilyen magas nyereményt. Biztos, hogy megkönnyíti ezt a hónapot, hogyha nyer 300 000 forintot. Egy jó kis húsvéti ajándék. És plusz meglepetés, akár az egész családnak. De hát, hogyha csak önről van szó, akkor esetleg önnek is. Na, egyetlen egy szó kell is. Azt hangsúlyozom, hogy ne elégedjenek meg egy 8 betűs szóval. Ugye lehet, hogy megtaláltak egy olyan szót, ami 8 betűs. De azt gondolták, hogy fú, hát ez egy elég hosszú szó, ez már meg is teszi, ez lesz a jó megfejtés. Lehet, hogy egy jó megfejtéshez köze van, lehet, hogy mondjuk csak egy részét képezi a jó megfejtésnek. Úgyhogy ezen kéne elgondolkodni, hogy talán lehet, hogy ki kéne egészíteni valamivel azt a 8 betűs szót. Van, aki még meg se találta azt a 8 betűs szót, semmi baj, lesz még ideje gondolkozni rajta, lesz még ideje arra is, hogy megfelel. És aki folyamatosan kapcsolódik be az adásba, az pedig ne adja fel a játékot, hiszen nem maradt még le semmiről. Tehát még ugyanúgy bekapcsolódhat a játékba, ugyanúgy játszhat, ugyanúgy hívhat minket, ugyanúgy megfejtheti, mint bárki más. Tehát attól, hogy már mondjuk megy 15 perc a műsor, semmi nem veszett el. Az ön lehetősége még mindig megvan arra, hogy nyerjen ebben a játékban. Garantált 300 000 forint állt a nyereményünk, egy tárgyat keresünk, ennyi a tudnivaló, és a 300 000 forint mellé még jár egy CD is, egy született feleségek CD. Úgyhogy ezt is megkapja majd a nyertesünk, akit bekapcsolunk majd az adásba, és akinek sikerült magát 10-ként regisztráltatnia. Két módja van ugye ennek a 10-ként való regisztrálásnak, az egyik az, hogy telefonál nekünk ezen a 0-81-202-202-es számot, vagy felhívja, vagy küld nekünk egy SMS-t ugyanerre a számra, és akkor a játékszót tüntesse fel ebben az SMS-ben, nem kell elküldeni a megoldást, tehát akkor sincs még katasztrófa, ha esetleg már regisztráltatta magát, de még nem tudja megfejtést. Még mutatjuk. De most játszunk tovább, mert hogy most jön a keresztrejtvény. Na lássuk csak! Az első keresztrejtvény játékban az aljelű keresztrejtvény jön. 20 pontot lehet kapni ugye minden jó megoldásért, és szépen sorjában haladunk. Az első függőleges egyes, zsebben hordható, behajlítható pengéjű kés. Bicska. 20 pont már is lefaragva. Függőleges kettes. Olyan emberre mondjuk, akinek színezék hiány miatt fehér a haja, a bőre, a szeme pedig vöröses. Ősz. Más. A szeme pedig vöröses. Már megmondjuk. Albino. Függőleges hármas. Olyan, ami hosszú ideig változatlan marad. Monoton. Nem. Stabil. Nem. Állandó. De olyan szép szavakat mondtatok helyette. Jöjjön a vízszintes négyes. A vízszintes négyessel folytatjuk. Pénzért bizonyos időre használatba vesz. Bérel. Ez az. Függőleges négyessel fogjuk folytatni. Kórházi kezelésre, vizsgálatra berendelt. Beteg. Nem, berendelő irat. Beutaló. Jó. Helyes. Függőleges ötös. Fényképek, bélyek tárolására alkalmas könyv. Album. Vízszintes hatos. Valamilyen alkotást más műfajúvá dolgoz át, például novellából filmet készít. Adaptál. Vízszintes hetes. A te irányodba. Feléd. És már csak egy maradt, a vízszintes 8-as, erősen csíp, sebez. Mar. És ez a vége, a végeredmény 175-70, Zsolt javára. Gratulálok, Zsolt! Zsuzsanna, köszönöm szépen a játékot. Köszönöm. Gyere majd még vissza, ez volt az első alkalom, igen, hogy játszottunk. Akkor várunk még vissza, játszál még majd velünk. És önöknek pedig emeljük a nyereményt, 300 000 forint helyett 320 000 forintot adunk. Marad még mellé természetesen a született feleségek CD is. Tegnap nézték? Jó volt. Jó volt. Megint egy picit közelebb jutottunk ahhoz a megoldáshoz, de hát... Na, lerakom a CD-t, nézzük a feladványt. Anélkül ugyanis nem tudok pénzt adni, hogy nem mondanak meg nekem a helyes megfejtést. Anélkül nincs pénz.
Sajnálnák, nem? Hogyha elvesztenék itt az adásban a lehetőséget arra, hogy megkapják ezt a nyereményt. Na hát akkor ne hozzák magukat abba a helyzetbe, hogy nem tudják a jó megoldást. Mert ugye én csak akkor nem tudom önnek odaadni ezt, hogyha nem szól bele, vagy hogyha nem mondja meg nekem a jó megoldást. 8 betűnél több kell nekünk ahhoz, hogy eljussunk a mai napon ehhez a helyes megoldáshoz. Általában egyébként elég szokott lenni 8-9 betű, ez a mai napon egy jóval hosszabb szó. Ez van. Használják ki a lehetőséget, ha most otthon vannak. Lehet, hogy az elkövetkezendő pár hónapban nem is fognak látni játékidőt. Elesnek attól a lehetőségtől, hogy egy ilyen garantált nagy összeget megnyerjenek. Na, és ugye garantált, tehát ez tényleg nem egy ilyen becsapás, hogy most akkor mégsem fog annyit nyerni, leszünk a végéről egy nullát, annyi baj legyen. Nem, ezt a 320 ezer forintot fog én megnyerni. Szó kell. Egy szóért cserébe mind megkapja ezt a pénzt. Na akkor ugye két lehetősége van, hogy jelentkezzen 0681-2022-02-es számot, vagy hívja fel, tehát készítse egy kicsit közelebb azt a telefont, hozza kicsit közelebb magához. Nem ér el odáig a zsinór? Akkor hozza a mobilját. Végülis mindegy. Tényleg mobilról is hívhat minket, meg vezetékesről. Ebben nincs semmiféle probléma, hogy most milyen telefonról próbál minket felhívni. Ha SMS-t szeretne küldeni, akkor azt hiszem már a vezetékes telefonokról is ugye lehet SMS-t küldeni. Ugye lehet, mert itt bólogatnak. Igen, lehet arról is. De arról is küldhet nekünk SMS-t akár. Én még úgy csináltam olyat. Én már próbált vezetékes telefonról SMS-t küldeni? Ugyanúgy kell SMS-t küldeni. Jó. Ezt is tudjuk most már. Tehát akkor ugye arról is küldhet nekünk SMS-t. És nem ezt foglalta volna, amiatt nem kell aggódnia, mert hogy biztos, hogy ki fog csengeni, és biztos, hogy tudni fogja, hogy ön most a 10. telefonáló volt, vagy nem a 10. telefonáló volt. Jó? Tehát ez teljesen egyértelmű lesz az ön számára, hogy sikerült a 10. regisztráltatnia magát, vagy nem. Hát reméljük, hogy igen. Ön is reméli. Hát én is remélem. Most már reméljük együtt. Most már csak meg kéne találni ezt a jó megoldást, és hívni minket 0681-2022-02-es számon. Vagy ugye ott van az a másik lehetőség, hogy küldi akkor az SMS, és úgy kerül be a játékba. A lényeg az, hogy bekerüljön, és megmondja azt a helyes megfejtést. Önnek is ez a lényeg. Ja, nem! Jó, elhiszem, nem az a lényeg, hanem hogy megnyeri ezt a 320 ezer forintos garantált nyereményt. Meg fogja nyerni valaki. Addig nem fejezzük be a játékot, amíg valaki el nem viszi tőlünk ezt a garantált 320 ezer forintot, és meg nem kapja mellé a született feleségek célét. Tehát ezeket az ajándékokat, nyereményeket mindenképp oda fogjuk adni valakinek. Nem fejezzük be addig. Itt van tehát a pénz nálunk, a CD is, és játszunk tovább, illetve előtte még megismerkedünk a másik két játékosunkkal, Rudolf Fál és Mariannal, és Marian már visszatérő játékos. Szia Marian, mit tudhatunk rólad? Sziasztok, Tóth Marian vagyok, Budapestről jöttem, jelenleg gyesen vagyok a 2,5 éves kislányommal. És hogy sikerültek az eddigi szerepléseid? Hát már volt jobb is, meg rosszabb is. Pénzzel már felhoztál? Igen. És mennyivel? 125 ezer. És mire költetted? Mindenféle. Mindenféle gyerek. Igen. Ez az amaz, tehát elfért. És most itt van egy újabb 125-ért, vagy pedig itt vagy egy millióért? Majd meglátjuk. Sok szerencsét. Köszönöm. Másik játékosunk Rudolf. Sziasztok, Tóth Rudolf vagyok, Szigethalomról. Párom játszott az előbb. Jelenleg tanulok itt Tököli úton. Mit tanulok? Multimédia fejlesztőnek. De gyönyörű. Ezek a szakmák olyan. Tehát hogy találtad ki, hogy akkor legyek most multimédia fejlesztő? Mert szeretem a számítástechnikát és az informatikát. És ez pont így közben meg. Hát, hajrá neked is, Rudolf. Köszönöm. És akkor ugye mutatom a telefonszámot, amin önök jelentkezhetnek. 0612215657, ugye? Ez a számunk, igen. És a másik lehetőség, amelyen jelentkezhetnek, hogyha szeretnének játékosok lenni itt a játékidőben, játékidő@tv2.hu. Mert hogy ez az e-mail címünk, erre is várjuk az önök jelentkezését. Eltűnik ez a felirat, és mutatjuk a másik számot, ami nem más, mint 320 ezer forint. Ez a garantált nyeremény, amit önöknek szánunk a mai napon. Mellékelve ezt a CD-t, egy született feleségek CD-t. Ezt megnyerhetik önök. Biztos, hogy meg fogja valaki önök közül nyerni. És aki most kapcsolódik be a játékba, az is játszhat velünk. Bátran hívjon fel minket, hogy küldjön nekünk egy SMS-t. Egyszer érdemes megpróbálni. Most úgyis otthon van. Van egy kis ideje. Most van rá lehetősége, hogy hívjon is minket. Most tudhatja is a helyes megfejtést. Nem lesz segítség. Szeretnénk, hogy valaki olyan nyerjen, aki tényleg magától ki tudja találni, hogy mi az a szó, amit mi elrejtettünk ebben az 5x5-ös mezőben. Ugye úgy kell játszani, hogy ki kell választani egy betűt, és onnan
vízszintesen, átlósan, függőlegesen, balról jobbra, jobbról balra, alulról fölfelé, alulról fölülről lefelé haladva, tehát bármelyik irányba elindulva ki lehessen rakni egy értelmes szót. 8 betűnél több a helyes megfejtésben szereplő szó, betű. Tehát egy hosszabb szót kéne találni, mint 8 betű. Majd a reklám után azért elárulom, hogy pontosan hány betű kell nekünk ebbe a helyes megfejtésbe, hogyha megvan a jó megfejtés, legalább le tudják ellenőrizni, és ne azért ne telefonáljanak, mert esetleg bizonytalanok a megoldásban. Létezik az a jó megfejtés, és tényleg ne elégedjenek meg rövid szavakkal, mert nem lesz jó. És nem szeretném, hogy abban a helyzetben jussanak, hogy bekapcsoljuk önt az adásba, és esetleg rossz megoldást mond. Mert ugye akkor nem tudok pénzt adni. Pedig akkor már annyira mázlista, mert ugye önt sorsolta ki a számítógép, 10-ként sikerült magát regisztráltatnia, tehát már annyi mindennek megfelelt, akkor nehogy elcsúszunk ezen. Tényleg, nehogy elcsúszunk ezen, hogy nem tudja a jó megoldást. És utána már nem kell semmit sem megfejtenie. Akkor már öni az a 320 ezer forint. És küldjük a bankszámlájára, vagy ahova szeretnék. Már biztos arra gondol, hogy már igen, milyen jó lenne, hogyha ott lenne a számlámon ez a pénz, és milyen jó lenne elkölteni, most mire költeni? Hát a nyuszira már nem kell, azon ugye már túl leszünk addigra. Akkor mire költeni? Már elraknám mondjuk egy nyaralásra? Vagy hölgyeim, ebből a pénzből milyen jól fel lehetne frissíteni a kis kollekciójukat, ugye? Na. Tehát 0681202202 és a számom. Egy egészen picit segíthetek. Gondolkodjanak egy picit az élelmiszerekben. De ehhez kapcsolódóan egy kártyám. 0681202202 és a számom. Várjuk a hívásokat és folytatjuk mindjárt a reklám után, úgyhogy ne menjenek sehova, mindjárt jövünk vissza. További nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve hát most már jó étvágyat kívánok az ebédhez. Ugye, dél van, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Na, nyerhetnek tőlünk 320 ezer forintot, amellé az ebéd mellé, amit itt most költenek el, vagy még nem ebédelnek, még korán van? Na, jó van, még egy kicsit, akkor várjanak vele. Van, aki esetleg túl van rajta, egészségére. Jó tevet? Én is megkezdek éhes lenni. Na, 320 ezer forint akkor ugye a garantált nyeremény, amit elvihetnek tőlünk. Egy tárgy, amit mi keresünk a mai napon, és ez a tárgy. Most elárulom, azért ellenőrzöm előtte. 1, 2, 3, 4, 5, 12 betűs. Jó, csak nehogy rossz adatot mondjak önöknek. Tehát 12 betűs szót keresünk. És ennyi a segítség. Egy tárgy 12 betűvel 0681202202-es számon pedig várjuk a telefonokat, mert hogy ezen a számon lehet minket elérni folyamatosan, és bármiről hívhatnak minket. Mobilról, vezetékes készülékről, küldhetnek SMS-t is, ugyanígy mobilról is, vezetékes készülékről. Ha SMS-t szeretnének küldeni, a játékszót kell csak elküldeniük, és már is regisztráltathatják magukat, ha 10-ek voltak. Még egy dolgot segítettem, de azt most sem mondom el újra, jó? Sőt, aki látott minket már a műsor előtt, a kis rövid bejelentkezésünkben, annak még egy segítsége volt. Tehát, hogyha valaki végigkövette az egész adást, most már összesen 3 segítséggel rendelkezik. De hát még mindig ennek ellenére nagyon kevesen tudják a megoldást, úgyhogy önnek ennél nagyobb esélye van. Mert hogy ugye kevesen tudják. És hát gondolom, hogy most tényleg akadnak olyanok önök között elég sokan, akik ilyenkor nem szoktak otthon lenni. Tehát nem is nagyon ismerik a műsort, mert hogy ebben az időpontban nem szoktak tévét nézni, mert esetleg iskolába vannak, vagy dolgoznak. Hát igen, most viszont szünet van! Úgyhogy ön is kis esélyesek arra, hogy megnyerjék tőlünk ezt a 320 ezer forintos garantált nyereményt, és önök is telefonáljanak, mert egyébként meg úgy sincs esélyük, hogy ebben az időpontban elvigyenek tőlünk egy ilyen magas nyereményt. Tehát garantált a nyeremény, garantált 320 ezer forintot lehet nyerni, és belevágunk a játékba most már a másik két játékosunkkal is, jön egy újabb anagramma. Maria már rutinosan vág bele, Rudolf, hajrá! Gyerünk, akkor lássuk az elsőt! Sofőr. És a rutin már is megnyilatkozik. Igen. 20 pontja van Mariannak. Délután. Bravo!
Igen, most már odafogod, te jó ég, mi lesz itt? Valami hasonló. Lássuk a folytatást. Szokás. Igen. Olyan bizonytalanul. De megvan. 65 pont. Negyedik. Garantált. Azt a mindenét. Most én leszek a drukkoló csapat, de hát gondolom nem csak én vagyok. Hajrá, Tudor. Hajrá, Tudor. Fogság. Itt is kell nyomni ezt a gombot. És az utolsó. Elintőz. Marian, mindannyian meghajlunk előtted, és a 145 pontod előtt gratulálunk. Fenyheted ezt a fordulatot. Hát ez egy bravúr volt. Gratulálok. Rudolf, egy kemény keresztrejtvény játék következik hamarosan. És hát önöknek pedig itt van a 320 ezer forint, de én nagyon szeretném, hogy emeljük fel ezt a nyerhemit. Fölemelhetjük? Emeljük föl. Jó. Jó. Sokat szeretnék, sok-sok emelést. Lehet? Sok-sok-sok-sok pénzt. De tényleg sokat. Emeljünk be egy nagy utolsót, és akkor egy olyan szép kerek összeg legyen. Jó? Na nézzük. 370 ezer forint. Na, 50 ezer forinttal megemeltük még a nyereményt. Garantált 370 ezer forintos nyereményünk van önöknek. És ugye már a második részében járunk az adásnak, ez ugye azt jelenti, hogy fogy az önök ideje, az az idő, ami rendelkezésükre egy, hogy megfejtsék ezt a feladatot, kettő, hogy jelentkezzenek tizedikként. Regisztráltassák magukat, és nyerjék meg ezt a pénzt tőlünk. Garantált 370 ezer forint, egy jó megoldásért cserében. Egy tárgyat keresünk, 12 betűs a szó, élelmiszerekkel kapcsolatos tárgy. Hú, de sokat segítettem most ezzel? Vagy nem? De, ugye? Vagy önök úgy érzik, hogy nem? Nem baj, most annyi pénzt emeltünk, hogy nem lehet betű segítséget adni, tehát gondolkozzanak rajta, hogy mi a jó megoldás, és az vigye el a pénzt, aki tényleg tudja a helyes megfejtését ennek a feladványnak. És ha ön tudja már, akkor ön már helyzeti előnyben van, mert hogy nem mindenki tudja megfejteni, ez az egyik, de a másik meg az, hogy ön még mondjuk esetleg hezitál. Most még nem tudja eldönteni, most hívja minket, ne hívja minket, próbálja meg, ne próbálja meg. Ha nem szeretne játszani és nem szeretne nyerni, akkor ne hívja minket. Akkor hagyja tényleg ezt a 370 ezer forintot és a született feleséget CD-t valaki másnak. Mert valaki más biztos, hogy el fogja vinni, maximum nem ön. Ha ön szeretne részt venni mégis ebben a játékban, és úgy gondolja, hogy na jó, egyet legalább megpróbálom, egyszer legalább fölhívom őket, hát ha az enyém lesz ez a 370 ezer forint, meg a CD, akkor pedig a képen látható telefonszámot kéne felhívnia. 0681-202-202, súgy, eltűnik megint ez a feladvány, majd még mutathatom, de egyre rövidebb időkre. És Mariannal és Rudolffal következik a második forduló, a keresztrejtvény. Nagyon résen kell venned. Te Marian ebben is jó, úgyhogy vigyázzunk. Lássuk akkor ezt a második fordulót, a keresztrejtvényt és a vízszintes egyessel fogunk kezdeni, és ugyanúgy 20 pontot ér minden jó megoldás. Vágóeszköz. Kés. Helyes. Függőleges kettes. A cápa, a Jurassic Park rendezőjének vezetékneve. Spielberg. Így van. Bátran. Függőleges hármas. Ő faragta ki Pinocchiót. Geppetto. Csók után királyfivá változó állat. Béka. De Marian előbb nyomott. Függőleges négyes. Ez volt. Vízszintes ötös. Bács-Kiskun megye székhelye. Veszprém. Nem? Nem. Veszprém. Marian, Kecskemét. Függőleges hatos. Az 50. házassági évfordulón tartanak ilyen lakodalmat. Aran. Hetessel folytatjuk. Lent valami alatt lévő helyen. Alul. 8. Termény
Mi? Terményt. Arat. 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 Közben Marian már igen, ezt is. És akkor a vízszintes 9-es, 64 négyzetgyöke. 8. 285 pont, ennyit sikerült összegyűjteni a Mariannak. Gratulálok! Köszönöm. Marian nyert, és Rudolf, köszönöm szépen a játékot. Nagyon nehéz ellenfelet kaptál. Nagyon nehezett. Marian elődöntőben már. Kicsi mosoly azért már van, nagyobb is, nyugodtan felszabadult. Már nem izgulsz, nem? Tehát már annyiszor voltál nálunk, de, hogy neked ez már egy ilyen megszokott millió. Nem. Egy ideig még volt ez a bolog, nem, tehát azért mégsem. De, ajna, jön az elődöntő, és te már bent vagy az elődöntőben, úgyhogy már egy karnyújtásnyira van az a döntő. És megyünk tovább, haladunk tovább önökkel is. Mutatom a feladványt, mert ugye aki most kapcsolódik be a játékba, ugye ő is játszhat még mindig. Mert ugye egészen a műsor végéig már csak ezt az egy feladványt fogjuk játszani, amivel nyerhetnek 370 ezer forintot és egy született feleségek CD-t is. Ezeket a nyereményeket valaki el fogja vinni önök közül. A garantált nyereményt egybe fogja megnyerni ez valaki, akit amikor bekapcsolunk majd az adásba a műsor végén, egy helyes megfejtésért cserében mind megkapja ezt a sok nyereményt, tehát ezt a 370 ezer forintot, garantált a pénz, ugye, és a született feleségek CD-t is. Idejük már nem sok van, tehát most már ki kéne használni ezt az időt, és főleg akkor, hogyha esetleg már jelentkeztek a játékba, tehát regisztráltatták magukat, de még nem tudják a jó megoldást. Most már vegyenek valamilyen segítséget igénybe, tehát vagy hívják fel a nagymamát, mert a nagyik általában tudják, vagy valamelyik anyukát, aki éppen gyesen van, és ő is, mert nagyon-nagyon-nagyon gyakorlott ebben a játékban, mert sokszor mondjuk néz minket, és neki már nagyon rááll az agya erre a típusú játékra. Egyébként tényleg, aki először játszanak, egy kicsit olyan fura lehet, meg nehezebben hangolódik rá erre a típusú játékra. Ugye a feladat az, hogy keresni kell egy 12 betűs szót, ami egy tárgyat jelöl ebben az 5x5-ös mezőben. És úgy lehet haladni, hogy lehet haladni vízszintesen, függőlegesen, átlósan, balról jobbra, jobbról balra, alulról felfelé, fölülről lefelé. Régen, ugye amikor még nem létezett ez a bizonyos dolog, akkor jégvermeket használtak. Ma hát végül is ezt helyettesíti ez a dolog. És kizártunk most két betűt, tehát ezzel most segítettünk önöknek hármat. Tehát egy őt, egy L betűt, egy I betűt, és mennünk kell tovább, úgyhogy le kell vennünk megint ezt a feladványt, és jön az elődöntő. Az elődöntőben pedig Mariannal és Zsolttal fogunk játszani. Ha kettő megoldásból valakinek már lesz 50 pontja, akkor a harmadikat már le se játsszuk. Mehet a játék? Igen. Lássuk akkor az első feladványunkat, ami egy főnév. Gyümölcs, melyből lekvárt is készítenek? Csárga barack. És nem ő. De hát, próba szerencse. Szilva. Így van, és ez 10 pontot jelent Mariannak. Tehát a szilva volt a jó megoldás. Folytatjuk a következő. Egy tárgy. Füle van. Bevásárlás. Szatyor. Helyes. És most még minden nyitva van, hiszen Mariannak van 40 pontja, és Zsolt, rögtön nyomnod kell az elsőre, hogy 40 pontod lehessen. Na, lássuk. Egy főnév. Kerek. Zsamla. És ez a vége. Marian nyert egyértelműen 70 ponttal. Gratulálok. Köszönöm szépen, Zsolt, a játékot. Marian, megint indulunk a pénzéreményért, úgyhogy mindjárt játszunk a döntőben. Önöknek mutathatom. Hát ez most már nagyon a vége felé közeledünk. Most megint egy rövid időre mutathatom a feladványt. 370 ezer forint a garantált nyeremény, született feles. Nem ennyi a nyeremény. Nyugodjanak meg, hogy nem lesz. 400 ezer forint kereken a nyeremény, és egy született feleségek CD is továbbra is jár emellé a nyeremény mellé, ami ugye garantált. Meg hát ez a született feleségek CD is garantált. Nem fogom csak a tokot elküldeni. Szeretnék megnézni önök, és nem akkor ez már reklám, és akkor nem lehet. Na, a lényeg az, hogy egy jó megfejtésre cserébe megkaphatják tőlünk ezt a sok-sok pénzt. 400 ezer forintról van szó. 400 ezer forintnyi garantált nyeremény valakié lesz a műsor végén. Most nagyobb az esélyük, ugye, hiszen egyrészt, hogy kevesen telefonálnak, a másik pedig az, mert ugye így kevesen tudják a megoldást, hogy nem segítünk.
A másik pedig az, hogy hamarabb kezdtünk, ugye egy órával hamarabb kezdtünk, tehát akik rutinos játékidő nézők, azok úgy tűnik, hogy a mai napon lemaradtak az adásról, vagy hát valószínűleg lemaradnak az adásról, hiszen megszokták, hogy mondjuk dél után kapcsolják be olyan fél egy körül a tévékészülékeiket. És most már jön a döntő, úgyhogy már itt tartunk, következik akkor a döntő. Marian, kétszer nyertél már, egyszer a Gergőnél, egyszer nálam. Hát reméljük a legjobbakat. Mehet a játék? Igen. Jöjjön akkor a döntő. Erre. Lehet. Jó. Ezért. Ez az. 50 ezer forint megvan, mehet. Se, a végén. Ezres. Nem. Hogy jöhetnék ki? Rakos gazdag. Eres. Nem. Zeres. Rezes. Azaz. Rezes. Azaz. Rezes. Mehetünk tovább. Mehetünk tovább. Jó. Egy T betű. Retesz. Azaz. 10 másodperc és 125 ezer forintnál tartunk ismét. És hogy döntesz? 9. Közben mondják itt 9. Menjünk. Igen? Jó. Lássuk akkor. Mi volt retesz? Retesz, igen. És egy... Így van a végén. Szereti. Nem. Ereszti. Igen! Azt a mindenit! Hú, de izgultam ezért! 4 millió! Megállok. Megállok, tehát ez teljesen egyértelmű. Köszönöm, Marian, gratulálok, és nagyon örülök, hogy elindultál ezért, és hogy bejött. Köszönöm. Ez nagyon jó. Most elhatároztad egyébként, hogy most még egyel tovább lépsz? Mert hogy mindig 125 ezer volt, és... Nem. Ja, hát, hogy most? Hát... Mert azért nem volt sok idő. Igen. Megnézed az utolsót? Szeretnél megfejteni? Indíthatjuk az órát? Akkor jöjjön a V betű. Szerve itt. Nagyon jó döntés volt, és gratulálok ezt a tervezítre gondoltam volna. Tervezed? Tervezít. Valami ilyesmi. Gratulálok köszönöm még egyszer, szépen. És köszönöm szépen a játékot. És hogy önök is kedvet kaptak, 221-5657-es a telefonszámunk, az e-mail címünk pedig játékidőkukac.tv2.hu, jelentkezzenek be azon a címen, és küldjék nekünk el a jelentkezésüket, és rohanunk tovább, mert van még 400 ezer forintunk, még egy CD-nk önöknek. A finishben vagyunk, és a finishben van még... Hány percünk van még? Ezt gyorsan megkérdezem azért. 4. Van még körülbelül 4 percünk, nem egészen pontosan, de azért van még 4 percünk. Úgyhogy most jön a játéknak azon a része, amelyet nagyon kedvelnek azok, akiket roppantul idegesít az, hogy állandóan csak fölrakjuk egy picit, aztán leveszük a felvenőt, megint fölrakjuk egy picit, megint leveszük, és ezt nem bírják, mert idegesíti őket. Van ilyen. Na most itt van, most 4 percen át nézhetik ezt a feladványt. 400 ezer forintot adunk, és most még bárki jelentkezhet a játékba, mert 4 perc az még nagyon sok mindenre elég. Arra is elég, hogy megfejtse ön, arra bőven elég, hogy akár 5-6-szor regisztráltassa magát a játékunkba, tehát még van esélye, még ön is lehet az, aki megnyeri tőlünk a mai napon ezt a garantált 400 ezer forintos nyereményt, és mellé még a született feleség egy CD-t is el fogja vinni. Tehát 400 ezer forintért játszunk egy tárgyjel nekem, ami 12 betűs. Megvan a jó megoldás? Már nincs mit nézkulnia. Már regisztráltatta is magát. Akkor már kényelmesen hátradőlhet a karosszékébe, és várhatja, hogy önt hívjuk vissza. Segítséget pedig adtunk ugye az előbb már, és most még egy kicsit segítünk, most már kilőttünk egy egész sort. Tehát az elmei, azaz az A sor,
nem szerepel ebben a helyes megoldásban. Tehát ezt az egész sort felejtsék el, leszűkült ezzel ez a tábla egy 4x5-ös mezőre, most már csak ebben kell keresgélniük. Sőt, ugye kizártunk egy újabb betűt, az E1-ese, kizártunk egy Ő betűt, úgyhogy az sincs benne a szóban. De ez nem biztos, hogy hosszú ő nincsen ebben a szóban. Csak az a hosszú ő nincsen benne ebben a szóban. És egy tárgy. Észgi most már. Másfél perc. Hoho, másfél percünk van. 0681-202-202 számot még gyorsan fel lehet hívni ez alatt az idő alatt, esetleg még SMS-t is lehet küldeni, és ez alatt az idő alatt még megnyerhető ez a 400 ezer forint és a CD is mellé. Úgyhogy mondom, ma előnyben vannak azok, akik ilyen korán bekapcsolták a tévékészülékeket, hiszen egy órával korábban jelentkeztünk a mai napon, mint ahogy szoktunk. Mert körülbelül ilyenkor szokott elkezdődni a játékidő, körülbelül ebben az időpontban szoktunk kezdeni. És hát ezen a napon pedig ebben az időpontban fogunk végezni, úgyhogy valaki gyorsan elviszi tőlünk most már ezt a 400 ezer forintos garantált nyereményt. Ami azt jelenti, hogy annyira gyorsan, hogy most már egy olyan fél másodpercük van, percük van, még ki lehet találni. Na. Még belefér a regisztráció, ne izguljanak. 06-81-202-202. Volt már olyan nyertesünk, aki az utolsó percben döntötte el, hogy akkor mégiscsak felhív minket. Tudja, jó megoldás, most épp otthon van. Vissza kell számolnunk, mert hogy most már a végére értünk. 5, 4, 3, 2, 1, vége ennek a játéknak, és valaki megnyeri tőlünk a 400 ezer forintot és a született feleségek CD-t, és az a valaki, ha minden igaz, már is a vonalban van. Háló! Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Szekeres Nóra vagyok, ön? Én Pacsuta Tímea vagyok. És már, már a mosoly az arcámon, ugye, Tímea? Igen, igen. Halljam azt a jó megfejtést. Hűtőszekrény. Helyes! 400 ezer forintot nyert Tímea és a született feleségek CD-t is. Azok közé tartozik, akik véletlenül vannak most, hát a szünet miatt vannak most otthon? Hát nem, én gyeden vagyok. Akkor viszont inkább az állandók közé, nem? Hát akik igen, ebben igen. Az időpontban nézik a műsort. És már sokszor próbálkozott? Hát rengetegszer. Bejött, egyszer csak mindenki nyer, most már az 1500 nem tudom, hogy hanyadik ön, aki nyer nálunk az adásban, de még nem nyert. Mi soha? Most az önnyi a 400 ezer forint, úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok, és hát gratulálok a nyereményéhez. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm. És holnap is jelentkezünk, úgyhogy holnap ugyanebben az időben, hát nem is ugyanebben az időben, a megszokott időben várom majd önöket. Úgyhogy tartsanak akkor is velünk, játszanak akkor is hatalmas lesz a nyeremény. Viszont látásra, legyen szép napjuk. Annyira izgultam, hogy az eredmény.